A Csömöddéri Állami Erdei Vasút nagyban hozzájárult az alai erdők feltárásához, a faanyag biztonságos és gazdaságos kiszállításához. Létjogosultságát jelzi, hogy ma is jelentős a faanyagszállítás, jelenleg az összes kitermelt faanyag 6%-át vasúton visszük ki az erdőből. Emellett évente körülbelül 20 000 kirándulót szállít menetrend szerinti és jeles ünnepekhez kapcsolódó külön járatain, mintegy 32 kilométeren. Gördülő állományunkat jelenleg 11 darab C50-es, melyből 3 darab a közelmúltban teljes korszerűsítésen esett át, és 2 darab MK48-as dízelmozdony alkotja, valamint a személyszállítás érdekében a vasút 6 zárt és 7 nyitott vasúti kocsival rendelkezik. A faanyag szállításhoz pedig 53 darabbal. Különösen büszkék vagyunk saját fejlesztésű gördülő erdei iskolánkra, mely idén már negyedik szezonját futja és szolgálja a fiatalok környezettudatos nevelését. Ábel nevű gőzmozdonyunk jelenleg Debrecenben van, ahol nagy felújítást végeznek rajta, előreláthatólag ősszel tud újra munkába állni. A jövőben a MURA program támogatásával további mozdonyfelújítások, jármű és pályaszerkezet korszerűsítések várhatók, Kistolmács felé meghosszabbítjuk a vasútvonalat és új megálló épül, továbbá személyszállításra is alkalmassá tesszük a Törösznek Szentpéterfölde közötti iparvasúti vonalszakaszt. Mindezek alapján a Csömöddéri Erdei Vasút jövője és fejlődése az Alaerdő ZRT kezelésében hosszú távon biztosított. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden kedves vendégünknek, nagyon jó szórakozást kívánok a mai programjainkhoz.